Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a György István tagiskolában, és beszélgető társam Kovács Miklósné. Október 23-áról igazán rendhagyó módon emlékeznek meg. Hogyan is történt ennek a napnak a feldolgozása? Én is szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió nézőit. Ebben az évben, mint már több évben, projektmódszerrel emlékezünk meg 1956. október 23-a eseményeiről. A 8. C-osztály egész hónapon keresztül készült erre a projektre. 8 állomáson dolgoztunk ki feladatokat a tanulóknak, játékokkal, feladatokkal egybekötve, hogy minél sokoldalúban közelítsük meg 1956 eseményeit, hiszen tudjuk azt, hogy ez még a mai gyerekektől nagyon távol áll, hiszen tananyagban is majd csak 8. osztály végén kerülnek kapcsolatba. Mi úgy igyekeztünk az állomásoknak a feladatait összeállítani, hogy ezek a feladatok sok oldalról közelítsék meg 1956-ot. Az első állomáson egy irodalmi megemlékezés hangzik el 1956 eseményeiről, versekkel, dalokkal. A második állomáson képekben próbáltuk meg a budapesti eseményeket ábrázolni. Ide már bevontuk a modern technikát is, hiszen a gyerekek egy nagyon ügyes PPT-t készítettek 1956 eseményeiről, majd egy feladatot hozzá. A harmadik állomáson 1956 eseményeit idézzük meg Karcagon. Itt is a gyerekek felkészültek a karcagi történésekből 1956-ban, kiemelték azokat a fontos szereplőket, akiknek szerepük volt az 56-os események irányításában, nagy hangsúlyt fektetve a fiatalokra is, hiszen nem kis szerepet vállaltak az 56-os eseményekben itt Karcagon. Ehhez a feladathoz is van egy érdekes feladat a gyerekek számára, egy puzzle játék van a végén. A negyedik állomáson filmekben idézzük meg 1956-ot. A gyerekek összegyűjtötték azokat a filmeket, amelyek 1956-ról szólnak, és kiválasztották a Szabadság szerelem című filmet, és ebből vágtak össze egy részletet, ahol a Magyar Rádiónak a Magyar Rádió előtt zajló eseményeket mutatják be, valamint a vízilabdásoknak a Melbourne-i olimpián való részvételét. Ezzel is mutatva, hogy tulajdonképpen a fiataloknak a sportban is milyen sportszerűen tudtak részt venni, és éreztetve azt, hogy tulajdonképpen a sportolóknak a nagyszerű pályafutásába milyen mértékben szólt bele a forradalom 1956-ban. Itt is van egy kis feladat a gyerekeknek a film részlet megtekintése után. Az ötödik állomáson a gyerekeknek az a feladata, hogy egy kicsit sportosra vettük itt már a műsort, és 1956 labdapattogtatást kell az 56-os hősök emlékére. Ezt egy kicsit azzal bonyolítottuk, hogy a matematikai kompetenciáik is fejlődjenek ezen a napon, hogy 5 tanulónak kell összesen 1956-ot pattogtatni, tehát előtte az a feladat a gyerekeknek, hogy számolják ki, hogy egy-egy tanulónak hányat kell pattogtatni. Aztán 56 hangulatát próbáljuk idézni az Ahogy lesz, úgy lesz című dallal, a What will be, késszerá-szerá című dalt, amit már az egész osztály vidáman énekel, hiszen tudjuk azt, hogy 1956-ban a rádióban ez nagyon gyakran elhangzott, és tulajdonképpen hallgatta az egész ifjúság. Ezt a gyerekek megtanulják magyarul is, itt Koncuzsa előadásában, illetve megtanulják angolul is. A szöveget kivetítik, és bízunk abban, hogy mire ezen az állomáson végeznek, addigra az ő fülükbe is olyan kellemes érzést kelt majd ez a dal, mint amit már a 8. C-osztályosok dúdolnak, énekelnek egész nap. Az utolsó állomás az a Városháza előtt található. Itt található ugyanis Karcag városának az 1956-os eseményekre felállított emléktáblája, és itt két tanuló fáklyával tiszteleg, és a megérkező osztályok pedig főhajtással tisztelegnek az 1956-os hősök emlékére itt Karcagon. Nemzeti színű szalagokkal jelölték ki az útvonalat, hogy hogyan lehet oda eljutni, illetve aztán ide az iskolába vissza.
Amikor minden osztály végigjárta ezeket az állomásokat, aztán a projektnek a zárása következik az udvaron, és végül ennek a napnak a tiszteletére egy nagy csoportképet szeretnénk készíteni az udvaron. És én bízok benne, hogy az állomások végigjárásával a gyerekek nagyon sok új ismeretre tesznek szert, illetve felelemenítik azokat, amelyekkel már rendelkeznek. Aztán, hogy elhangzott, hogy nagyon kreatívan állította össze az osztály ezeket a feladatokat, és biztos, hogy a mai technika bevonásával is jobban megragad egy kicsit a fiataloknak, és tényleg gratulálunk ehhez, és azt kívánjuk, hogy hasonló rendezvényeket még tudjanak tartani, és utána gondolom az egy ilyen visszacsatolás csak lesz majd a gyerekek részére, a pedagógusok esetleg osztályfőnök korán visszatérnek majd a kisebb osztályokban, hogy mit is jelentett nekik ez a mai nap. Igen, bízunk benne. És még, hogy ne maradjon ki egyetlen állomás sem, mert egyről megfeledkeztem, egy társasjáték is van beiktatva. Ennek az a címe, hogy 56 kérdés 1956-ról piros-fehér-zöldben. Itt a gyerekek hosszú időn keresztül gondolkodtak azon, hogy hogy állítsák össze a társasjátékot, aminek végül az alapja az 1956 lett, amit leragasztottak a padlóra, és piros-fehér-zöld színű bábukkal kell majd lépni, és piros-fehér-zöld színű kérdések közül kell majd a gyerekeknek kérdéseket húzni, és ezekre kell majd választ adni. Akkor ez is színesíti még, akkor jó munkát és hasonló szép projekteket kívánunk Önöknek. Köszönjük szépen!